Jó reggelt kívánok mindenkinek! 30-án, január 30-án. Január 30-án, 7-kor reggel. Kérem szépen! Reggelim. Hoppá, hoppá. Ez nem melegedett meg. Olyan, ez hideg lesz. És miért nem melegedett ez meg? Azt viszont nem tudom. Egy édes savanyú csirkés cucc, ugye spagettival, sose ettem még ilyet. Most szembe jöttem a Tesco-ba tegnap. Meglátjuk. Nagyon finom. Nagyon finom. Van benne borsó. Ez mi? Borsó ananász. Hagyma. Jó. Beszálltam el itt edényen, vagy mi van? Beszortom el előtt edényem. Mondjuk nagyon nem csodálkodnak rajta. Dolgozott már éppen eleget. Finom. És hú, ez nagyon finom ez a... Tesco-ba voltam a hétvégén, voltunk a hétvégén a fiammal vásárolni. A változatosság kedvéért nem mindig a Lidlit, már unom a Lidli sajákat. Na, beszélj valamiről.
ami központi kérdés most Magyarországon. Akkumulátorgyár. Néhány alapvetést azért szögezzünk le. A zöldek belehajszolták a világot. Az autók elektromosításába. Mert a zöld és környezetben áll. Ez a tétel már megdőlt számtalanszor. Úgyhogy ez nem igaz egyébként, de legyen úgy. Na most, ha elektromos autóra gyártunk, akkor hát annak az egyik alkatrész, legfontosabb alkatrésze az akkumulátor. De ahogy előírjuk, hogy elektromos autók legyenek, törvényeket hozunk, hogy elektromos autók legyenek, ellehetetlenítjük a belső égésű motorok gyártását, de az akkumulátor azt ne nálunk gyártsák. Értem én ezt. Ez az akkumulátorgyár, ez 3000 milliárd forintba kerül, Magyarország legnagyobb beruházás lenne. Egy olyan régióban, a Tiszántúlon, ami még most is, rendszerváltás után 30 évvel, iszonyatos mértékben le van maradva az ország nyugati részétől, a Dunántúltól. Azért ezt mindenki tudja. Hogy mi a különbség a Tiszántúl, meg a Dunántúl között. Lán a Dunántúl nyugati része között. Égés föld. Oda úgy kellene egy ilyen beruházás, mint egy falat kenyér. 9000 embernek adna munkát, ami baromi jól jönne most, mert legalább ennyi ukrán itt fog maradni Magyarországon. De ez szerintem sokkal több. Tehát ez egyik, a másik. Az a indok, az egyik indok, hogy sok vizet használ fel. Kiderült, hogy szennyvizet fog felhasználni. Ma már a szennyvíz tisztításnak olyan technológiája van, hogy olyan, én láttam már olyan szennyvíz tisztítót, amiből a víz egy tóba ment be, ahol pontyok úszkáltak, halak úszkáltak, és onnét ment ki a patakba. Itt tart a szennyvíztisztítás. Ez az egyik. Másik. De mi most korszerű, de egy idő után elavult lesz. Ez tény és való. Ez is egy jó érv. Csak hát a törvényeknek is ebben együtt kell haladni. Hiszen gondolj bele abba, hogy törvényhozók, ha előírnak bizonyos szankciókat, meg ilyen-olyan előírásokat, de meg kell felelni egy akkumulátort gyártnak, törvényhozók nem érdekli, hogyan, tehát az érdekli, hogy meg legyen csinálva. Magyarul csak a törvényhozókra múlik az, hogy ez mennyire korszerű és mennyire halad a korszerű gyárak menetében. Hiszen most lehet a legkorszerűbb, 5 év múlva már elavult lesz. Hozni kell olyan törvényeket, hogy megint felhozzák az akkori korszerű szintre. Ilyen egyszerű.
ugyanilyen gyár épült Türingiában, ennek a gyárnak az Iker testvére megépült Türingiában, ahol a zöldek a següket verték a földhöz örömükben. Egy ilyen gyár megépült ott. Magyarországon ellenség visításától visszanyit a sajtó. Ugye? Emlékezünk rá, hogy a Hankook gyár ellen ugyanilyen palaver volt, mert a gumigyár koromot használ fel a gumijaihoz. Attól fekete gumi a koromtól. Az egyik legfőbb alapanyag a gumigyártásnak a korom. Bármilyen furcsa. Én dolgoztam a Taurus gyárban Budapesten. Kérdezem, a Taurus gyár az olyan volt, hogy a kerítésen berepült egy veréb, az már csak mint fekete rigó repült ki a kerítésen, a területről. A gumigyár területéről, mint fekete rigó repült ki a veréb. Fekete eső esett, fekete lé folyt a utakon. Az olyan volt a gyár. A kollégámnak volt ott egy gépe, ott dolgozott bent, én csak egy pár napot voltam benne, hál' Istennek. A kollégámnak volt egy gépe, piros színű volt, a kijöttön egy fekete színű lett. Annak, hogy átfestették volna. Ez volt a Taurus gumigyár. Amit hát több mint 100 év listán működött Magyarországon. De évtizedekig az biztos. Az annak a kornak a színvonala volt. Nyilván a mostaniak már nem ilyenek. De a legkorszerűbb gumigyár megépült Magyarországon, és mindenki nagy megelégedéssel veszi a Hankook gumikat, de a legjobb gumik közé tartoznak a Hankook gumik egyébként. Miért nem melegített ez a jó barát? Miért nem melegített ez? Nem tudom. Meglátjuk, holnap még meglátjuk, hogy mi lesz. Holnap még hozok valamit benne. Na. Szóval nem képzelhető, gyakorlatilag nem képzelhető olyan beruházás. Korszerű, nem korszerű, ilyen, olyan, amolyan, teljesen mindegy. Hogy csecsemő tápszert gyártanának, az ellen is tüntetnének. Ez nyilvánvaló. Teljesen mindegy, hogy mi épül. Teljesen mindegy, hogy milyen, mennyi munkát ad embereknek, teljesen mindegy, hogy milyen régióban, mennyire kívánatos, hogy ottan épüljön, milyen nagy beruházás, milyen kicsi, teljesen mindegy. Ugyanúgy tüntetnének a bébiételgyár ellen, akár milyen gyár ellen, teljesen mindegy, hogy milyen gyár ellen. De tüntetnének. Meg lehet tenni, ez a lakosság dolga, joga, ellenérzésének kifejezési módja, a kormánynak a feladata pedig megépíteni a gyárat. Ez ilyen egyszerű.
Ez ilyen egyszerű. A kormánynak meg az a feladata, hogy megépítse a gyárat. Csak példaként mondom, hogy a Mi Hazánk pártja, a Tolosztói-féle Mi Hazánk parlamenti pártja nekem, én 80%-ával, amit mondanak, egyetértek, de van 20%, amit a hajam egynek áll, és többet között az egyik az, hogy a képviselők visszahívhatóságát vezetnék be, ha kormányra kerülnének. Ami azt jelenteni, hogy gyakorlatilag soha semmi nem épülhetne, és nem lehetne meccsen benne az országban, hiszen abban a pillanatban, hogy jönne egy ilyen akkumulátorgyár, vagy Fudan Egyetem, vagy Hankúgyár, vagy Bosgyár, vagy bármi jöhetne ide, abban a pillanatban elkezdenek összegyűjteni az aláírást, a képviselőket visszahívják. Nincs az a képviselő, amely megszavazna bármi ilyen dolgot, mint mondjuk az akkumulátorgyár, vagy bármilyen gyár, mert félne attól, hogy visszahívják, és elhúzzák a zsíros fazétól. Ezért működésképtelen lenne az ország. A képviselő visszahívása esetén az ország működésképtelen lenne. Meg kell hozni olyan intézkedéseket, amik ellenkeznek a lakossággal, aztán majd később esetleg majd bebizonyosodik, hogy lakosságnak volt igaza, vagy a kormánynak volt igaza. Mondok egy olyan dolgot, amit a lakosság nyomására abba hagytak, és a kormánynak lett igaza, be kellett volna fejezni a bős nagymarosi erőmű. Iszonyatos nagy hibaként bebizonyosodott, már régen meg kellett volna építeni, egyrészt a Duna felső szakaszát hajózhatóvá tette volna, másrészt pedig áramot termel. És a lakosság nyomására, politikai nyomásra ezt beszüntették. Súlyos milliárdok fekszárkodtak benne, ki lettett dobva az ablakon. Vannak dolgok, amik szakmai kérdések. Ilyen szakmai kérdés mondjuk a bős nagymarosi erőmű, az akkumulátorgyár létesítése, különböző ilyen-olyan-amolyan beruházásoknak a létesítése, ezek szakmai dolgok. A szakmának kell róla dönteni. Mert honnan tudhatja egy gipszjaka patrikárius, hogy most mondjuk egy akkumulátorgyár hogyan néz ki, hogyan épül fel, mitől környezetbarát, hogy milyen vizet használ, hogy még a levegőt is úgy szívja ki, ha valaki kinyitja az ajtót, akkor a levegőt egy ventilátorok kintről szívják be, hogy még csak levegő se juthasson ki az akkumulátorgyárból. Tehát vannak ilyen technológiák, úgyhogy ezt nem tudhatja egy nem is látod még életében akkumulátorgyárat. Gondoljunk bele, az a lakosság, amely most tiltakozik, az az ellenzék, életében még akkumulátorgyárat nem is látott. De maga az akkumulátor szó az, ami az aztán ördögtől való dolog, akkumulátor, ólom, sav. Mi jut az akkumulátor az ember eszébe? Ólom és sav. Tény, hogy most a mostani lítium akkumulátorban már se ólom, se sav nincsen. Ez egy dolog. Vannak benne csomó olyan anyag, amit egyébként már más termékekben is ezer számra használnak, más iparágokban ezer szám használnak, más helyeken, és itt is ezt fogják használni. Azért az ólom akkumulátorról elektromos autók esetében lépjünk meg kicsit túl. Ugye? És van, ami könnyű a lakosságot megvezetni, mert a lakosságnak az jut eszébe az akkumulátorról. Ólom és sav. Ennyi. Ennyi jut eszébe. Mert ezt látja az autójába, erről van tapasztalata, stb.
Ilyen könnyű a lakosságot, az embereket. Megvezetni, befolyásolni. Felbújtani. Ilyen könnyű. Ilyen könnyű. Nézzük meg azt, hogy minek köszönhető ez a mérhetetlen Dunántúl centrikusság, vagy Budapest centrikusság, teljesen mindegy, miről beszélek. Ez nagyon egyértelmű, ez a monarchia és a dualizmusnak az öröksége. A dualizmus ugye a osztrák-magyar monarchia volt, ahol az osztrák császár egyben magyar király is volt, ezért volt dualizmus, császár és királyi kormányzás, ami egy személyűben egyesült. És Bécs volt a főváros. Tehát Bécs volt az a dualizmusnak, a monarchiának a fővárosa. És minden nagybirtokos, aki minél közelebb tudott lenni Bécshez, értelemszerűen a Dunántúlon lakott, mert az információk még nem tudtak áramlani úgy, mint manapság, hogy internet, telefon, stb. Távirul sem volt. Gondoljuk bele abba, hogy az 1700-as években, vagy az 1800-as években hogyan tudott információhoz jutni mondjuk egy észak-kelet Magyarországon élő arisztokrata família, mondjuk a Majlát família például. Ők voltak ott a nagyurak. Nem tudott átkelni a Tiszán, nem tudott átkelni a Dunán, nem volt híd semmi. Bocsánat, közben hívott a Ervin barátom. Aztán megszokott a videó. Na, szóval azt akarom mondani, hogy ezek a kérdések, amikor ilyen dönteni kell ilyen dolgokról, ezek elsősorban szakmai kérdések. Aztán, hát persze, ha vannak olyan hívószavak, mint az akkumulátor, ez egy baromi jó hívószó az ellenzéknek, mert aki fel akarja bégázni a közösséget ellene, ennél jobb hívószó, mint hogy akkumulátor nincs is. Ugye? Meg korom, meg gumikészítés, meg korom, ott is ugyanez volt. Borjásnak tiltakozások voltak a Hankó gumigyár ellen. Az egyik legmodernebb gumigyár, ami létezik a világon. Legjobb gumikat csinálja. Most van egy videó fönn az izén a Kopasz csinált róla egy videót, látogatást tett a gumigyárba, érdemes megnézni egyébként, hogy mennyire hihetetlenül korszerű technológia. A YouTube-on van fel egy videó most a Hankook gumigyárról. Egy nagyon jó videó. Ahol vegyészmérnökök és gyártósoron lévő emberek mondják el, hogy hogyan csinálják a gumit. És hát igen, korom származék. A guminak a nagy része. Na. Szóval azért mondom. Ezek mind hívó szó, ebben az fú, mint a katonaló, amikor meghallja az ágyúdörgő és fölkapja a fejét. Ugyanígy a magyar ember is fölkapja a fejét, mire meghallja az akkumulátor. Korom, gumigyártás. Vége világnak, mind meghalunk. Hát ez van. Ez van. Ma már azért ennél kicsit tovább kellene lépni.
Na mindegy. Egyelőre csak ennyit akartam mondani. Hát kérem szépen. Dökben rakodás van, Crash-sel, amit szombaton letelítettem itt Fairfield. Azt tölti meg most a dökben, aztán tolja el a dózát. Bele kell teríteni, hogy 70 centit, ahogy néztem a munkaszintet. Mennyi, mennyit terített már bele, meg is nézem a szintet. Ez milyen ez a szint? Hát ez pont magasabb, 10 centi van, annyit nyomva, hogy lehengel. Ennyi, igen, ez a szint. És erre jön majd rá a kő, az az úzott kő, valamennyi jön erre rá. Ugye hát ez kapom az úzott körből ide 70 centit, azért nem lehet betartani. Még hogyha oda előre töltött egy is mutró 40-et. Ugye itt azért ez nagy terület. Alája vagy a kres, ott is azt kellett volna alá tenni egy 30 centi kröst, és utána 15 centi követ. Nem jött össze. Mérték meg. Ide viszont megy alá a crash, és utána már a kő, de mindjárt mutatom egyébként. Mindjárt mutatom, hogy megrakadás a dömper. Alulom, ezt itt, ami le van borítva, ezt mind ide fogja rátolni. Hát olyan 10-15 centi vastagságban. Ott, ahogy ott a furgon mellett van terítve már. Itt ez a furgon, ez már egy hete csinálja. Már egy hete tréningezik ezen a homlokrakodó lifferen. A szerelő már egy hete járt minden nap hozzá, szombaton is jött. És én mindig nem tudtam megcsinálni. És én mindig nem tudtam megcsinálni.
Jóba. A balintekről most már bőven. És még arra, ott ahol most mutatom, ott még van egy ficag, egy sarok, amit még ki kell szedni. És itt körben meg van még egy csomó földrukat, amit el kell majd vinni. Túlzer meg itt tolja. Nyolc patron megy bele, 840 dekás patron. Egy zsírpatronba, abban 8 megy bele a központi zsírzó tartájába. 8-at kell belenyomni. Gázolva is megtartoltam, Edulóval is, úgyhogy most egy 3 napig rendben vagyok. Egyelőre ennyi. Na, betont hoztál, barátom? Fölös betont ide hoztad? Jól van. Jól van.